A katasztrófavédelem és a tűzoltók több autóval tartózkodnak a tűz helyszínén. A tűzoltók a járművekkel csak az égő tűzek szélét tudják megközelíteni, és tovább nehezíti az oltást, hogy a környéken csak egy kis csatornából tudják feltölteni a tartályaikat az oltáshoz szükséges vízzel. Durván egy hónapja kezdődött ez az egész. Szerintem nagyon kiszáradt ez a terület, a tőzeges rész. Öngyulladás okozhatta. Nagyon nagy füst van esténként, amikor a levegő már, hát hogy úgy mondjam, nehezebbé válik, akkor a környéket ellepi a füst, és be kell zárni az ablakokat, reggel még mindig érződik, napközben így, mint ahogy látjuk is, nem különösebben lehet érezni. A környező települések a szakértők tájékoztatása szerint nincsenek veszélyben. A katasztrófavédelem folyamatosan koordinálja az oltást és a tűz megfékezését. 3 napig érkezett a megyei igazgatóságunkra a jelzés, mely szerint Tiszakanyár és Kékcse közötti területen, a tőzeg területen füstölést tapasztaltak. Kiérkező egységeim megállapították, hogy akkor már körülbelül egy 20-25 hektáros területen füstölt a tőzeges terület. Erdők közelében van ez a terület, és az erdőket, illetve a növénytermesztő területeket veszélyeztette. A katasztrófavédelem mobil laborja 12 féle gáz koncentrációját képes kimutatni a légtérből, valamint képesek meghatározni a terjedési irányt, és kézi eszközökkel a tűz helyszínén is azonosítani tudják a légkörbe jutó esetleges mérgező gázokat. Kékcse, illetve Tiszakanyár irányába terjed a füstgáz, de a méréseink pillanatában csak érzékszerveinkkel volt érezhető a füstgáz, káros értéket nem tudtunk kimutatni. A szúró szagot egyébként a megye több pontján is lehet érezni. A szél a megye délnyugaton fekvő területeire viszi a füstöt.